Sziasztok, Németh Ákos vagyok, és megtanítalak titeket Smithből easy 180-azni. Ez a trükk, ezt tudnatok kell Smith csúszni, illetve opposite irányba 180-azni. Keressetek el ez egy megfelelően jó csúszópatkát, és az sem állt, hogyha a vége egy kicsit emelkedik, mert így nem kell majd akkorát rántanatok belőle, illetve nem kell nagyon gyorsan csinálni a forgást. Kezdjétek úgy, hogy párhuzamosan rámentek a csúszóboxra, és felrakjátok a Smith-t. Itt arra vigyázzatok, hogy ne rakjátok előbb fel az első peget, mert akkor könnyen beakadhat, vagy lelassulhat a csúszás. Itt is körülbelül egy időben rakjátok fel a hátsó kereket, illetve a kilépőt. Arra figyeljetek, hogy a kereket ne rakjátok túlságosan a patka szélére, mert hogyha túl a szélére rakjátok, akkor könnyen lecsúszhat a csúszóbox oldaláról. Csúszás közben figyeljetek arra, hogy egy kicsit jobban üljetek bele a Smith-be, mint hogy csak simán egyenesen akarnátok ezt a trükköt csinálni, mert így könnyebb lesz térből pumpálni bele a patka legvégén. Amikor már teljesen a végén vagytok a csúszóboxnak, szerintem akkor húzzátok el a trükköt, mert akkor nem fogtok odaakadni az első kerékkel a csúszóbox oldalába. Amikor a legvégén vagytok, ez a térből belepumpáltok, jól beleültök a hátsó kerékhez, és testből forogtok, és próbáltok úgy húzni, hogy ne akadjon fel az első kerék a csúszóbox végébe. Arra figyeljetek, hogy úgy csúszatok, hogy így kicsit a patka felé üljetek, mert így nem fog lecsúszni a hátsó kerék, és így könnyebb lesz rajta tenni az egész Smith-t. Hogyha mégse sikerülne, az lehet, hogy azért van, mert túl lassan tekertek rá a csúszóboxra. Szerintem az se állt, hogyha lekenitek előtte. Illetve arra figyeljetek, hogy próbáltok teljesen kifordulni az Op 180-at, mert sokkal szebb és sokkal könnyebb úgy kifékizni belőle.